Nem a semmiből jött a hír, mégis lavinaként söpört végig a bejelentés az európai labdarúgáson. 12 elitklub, 6 angol, valamint 3-3 olasz és spanyol összeállt, és elindítja az Európai Szuperligát. A 20 csapatosra tervezett sorozat elértékteleníti a jelenlegi kupasorozatokat, ezért a FIFA és az UEFA határozottan elítélte, drasztikus szankciókkal sújtaná a résztvevő csapatokat és játékosait, de a szurkolók tetszését sem nyerte el. Nem hiszem, hogy a Szuperliga előnyös az európai futballnak. A kis csapatok körön kívülre kerülnek, csökken a többi sorozat színvonala, nő a szakadék a mezőnyben. Szurkolóként jobban szeretném, ha maradna az eddigi rendszer, vagy egy madridi drukker. Prefiero cómo están las cosas. Real Madrid szurkolóként jobban örülnék, ha a csapatom a BL-ben szerepelne. Eddig 13-szor nyertük meg, és még többször szeretném. Szomorú lennék, ha elhagynánk a sorozatot, viszont miért ne lehetnénk mi a Superliga királyaival derűsebbre egy másik? Az olasz drukkerek is inkább szkeptikusak. Két milánói együttes is a szakadárok között van, amit a többség nem tart sportszerű lépésnek. Aki megnyeri a Superligát, az mindig megveheti a legdrágább, legjobb játékosokat. Nem fer egy ilyen versenybe belemenni. Egy ilyen folyamatot gerjeszteni, tartja ez a milánói szurkoló. A német és a francia klubok, így a BL címvédő Bayern München, valamint a tavalyi döntős, idén is elődöntős PSG nem csatlakoztak a Superliga alapítóihoz. Az Európai Szövetség megköszönte nekik, hogy ellenálltak az önző rendszer csábításának. A szurkolók hasonlóképpen gondolkodnak Münchenben. Talán az zavar leginkább, hogy ez is csak a pénzről szól, mondja ez a Bayern Drucker. Superliga ugyan csak egy újabb sorozat, amivel még több pénzt lehet keresni. A Nemzetközi Szövetség eltiltaná a VB-ktől, EB-ktől azokat a játékosokat, akik pályára lépnek a Superligában. Az is felmerült, hogy már az idei BL elődöntőjéből kizárnák a három szakadárklubot. Lesz dolga bőven a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnak.